A városnapi programsorozat részeként Nyíregyháza önkormányzata, a Józsa András Múzeum, a Váci Mihály Kulturális Központ és a Nyíregyházi Simonyi Óbester Magyar Szabjavívó Iskola közösen rendezte meg a 4. Magyar Karnapját. Az esemény célja, hogy az utókor megőrizze a katonai vívó hagyományokat. Ennek érdekében katonai tiszteletadás mellett emléktáblát avattak a nyíregyházi katonavívó mesterek tiszteletére. Azok a katonavívók, köztük Berti László is, aki olimpiai bajnok ennek a városnak, ezek a honvéd katonavívók képviselték Nyíregyházát és Magyarországot a nemzetközi versenyeken, és minden lehetséges módon próbálták őket a nemzetközi bírók ellehetetleníteni, mégis olimpiai bajnoki aranyezüst bronzérmeket szereztek, és végre van egy olyan táblánk, amivel rájuk emlékezünk. A magyar szabjavívás évszázados múltra visszatekintő harci technika, melyet már a honfoglaló ősök is magas szinten űztek. A későbbi korokban a szabja forgatását a nemzetközi hírnévre szertévő huszárság tovább öregbítette. A 19. század végén, amikor Nyíregyházán felépült a monarchia és az akkori kor egyik legmodernebb huszárlaktanyája, a város és a megye életébe szervesen is bekapcsolódtak a huszárok, szabjáikkal az oldalukon. Később szabjavívó iskolák is alakultak. Aki megalkotta ezt a borsodi módszert, az nagyon sokat tett Nyíregyházáért, illetve hát a Nyíregyháza létéért, illetve az ő tanítványai, akiket tanított, ugye nagyon sokszoros világbajnokok, sőt olimpiai bajnokok lettek, és azért egy iskolát teremteni nem könnyű dolog, legyen az bármilyen iskola, és hogyha már valaki itt Nyíregyházán élt és alkotott, akkor minimálisan megérdemel egy táblát, és megérdemli azt, hogy a magyar kardvívás, ami most már sport, de régen egy katonai dolog volt, az itt a Huszártér környékén, a Huszárszobor környékén azért kapjon egy újabb emléket és megerősítést. Az emléktábla avatást követően a programok a Váci Mihály Kulturális Központban folytatódtak, ahol filmet vetítettek Borsodi László, a két világháború között élt vívómester életéről, majd Mádai Norbert mesélt érdekességeket a résztvevőknek a géniuszról. A Magyar Szabjavívó Iskola alapítója könyvet írt Borsodi Lászlóról, amit bemutattak az érdeklődőknek. Ezt követően Kertai Zalán festőművész katonavívó mesterekről készült festményeiből és Kulcsár Róbert magángyűjtő vívás történeti tárgyaiból nyílt kiállítása a Váci Mihály Kulturális Központban.